kérdés továbbra is az, hogy a kormánynak van-e bármi mondandója a bicskei áldozatok felé? Akkor meg az a mondani valója, hogy a eddigi gyermekvédelmi törvény szigoránál is tovább kell lépni, és ezért kell olyan döntéseket meghozni, amit már most a kormányülésen is meghoztunk, a gyermekvédelmi intézmények kinevezésével kapcsolatos kritériumok meghatározásánál. Ezt üzenik az áldozatoknak? A családpolitikáért, a családok támogatásáért a legtöbbet éppen Novák Katalin köztársasági elnökasszony tette a 2014 utáni időszakban, ahogyan Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterasszonynak is meghatározó szerepe volt a BTK szigorításában és a családvédelmi törvény elfogadásában és magyar és nemzetközi szintéren történő megvédésében. Ezért is érthető, hogy a magyar társadalom jelentős része meglepetten és értetlenül állt a kegyelmi döntés előtt. Azt tudjuk mondani, hogy ebben az ügyben az történt, aminek ilyenkor elkerülhetetlenül történnie kell. A köztársasági elnökasszony, illetve a korábbi igazságminiszter példamutató módon vállalta a felelősséget, lemondtak és visszavonultak közéleti megbízatásaitól. A kormánynak éppen ezért a legfontosabb az, hogy a jövőbe tekintsem, hiszen nyilvánvaló, hogy mindaz, amit az elmúlt évtizedben elfogadtunk, az elmúlt bő évtizedben elfogadtunk, az emberi alkotás pedig mindig tökéletesíthető. Éppen ezért nyújtottunk be, már a kegyelmi ügy kirobbanása után nyújtott be a miniszterelnök egy olyan alaptörvény módosítást, amely világossá teszi, hogy a kiskorúak ellen elkövetett szándékos bűncselekmények esetén nincs kegyelem. Fontosnak tartjuk, és ez a mostani kormányülésen is megtörtént, hogy a gyermekvédelmi intézmények élére történő kinevezésnél a kritériumok sokkal szigorúbbak legyenek, mint eddig, hozzátéve, hogy egyébként a kritériumokat már 2017-ben szintén a jelenlegi kormánytöbbség szigorította. De fontosnak tartjuk, hogy ezt követően a kinevezés előtt pszichológiai alkalmassági vizsgálat, kiterjesztett megbízhatósági vizsgálat és környezettanulmány is rendelkezésre álljon, és csak ezt követően legyen mód valakit kinevezni. És természetesen át kell tekinteni a gyermekvédelmi jogszabályokat is, és ahol lehet ott az észszerű szigorítást mi támogatjuk. Örülünk annak, hogyha a negatívumokban, a rossz ügyekben is lehet valami jót találni, az, hogyha azok, akik eddig támadták a gyermekvédelmi intézkedéseket, most a gyermekvédelem apostolaiként tüntetik fel magukat, aztán lehetőséget ad arra, hogy ezekben a kérdésekben, amelyek eddig megosztóak voltak bal és jobb oldal között, most konszenzus teremtsünk. Röviden ezt szerettem volna elmondani, és hogyha vannak kérdések, akkor igyekszem válaszolni. Zsua Ildikó vagyok az ATV-től. A nagy társadalmi felháborodást kiváltó kegyelmi botrány után szükségszerű volt-e Novák Katalin lemondása, és hogy Varga Judit távozik a közéletből? Miniszterelnök úr hogyan értékelte ezt? Nyilvánosság előtt nem tette meg az értékelést. Mit tud ön erről mondani? Illetve önnek, vagy a kormányban bárkinek van-e ismerete, vagy tudása arról, hogy a kegyelmi kérvény pozitív elbírálásának, vagyis hogy Novák Katalin aláírta, mi volt az indoklása? Mi tudomásul vettük a köztársasági elnök és a korábbi igazságügyi miniszter döntését. A kegyelmi kérvény elbírálásánál, bár természetesen most mindenki az ellenjegyzőt, tehát a korábbi igazságügyi minisztert is kritika céltáblájává teszi, de azért csak halkan mondom, hogy a magyar alkotmányos gyakorlatban, független attól, hogy jobb vagy baloldal volt hatalmon, az elmúlt 25 évben mindenki minden kegyelmi kérvényt ellenjegyzett, és a rendszerváltozás óta minden baloldali és minden fideszes igazságminiszter minden köztársasági elnöki kegyelmet ellenjegyzett. Tehát a töretlen gyakorlatot folytatta csak az igazságminiszter asszony. Kétségkívül egy olyan ügyben, ahol jó lett volna szakítani ezzel a gyakorlattal. A kegyelmi döntés indoklását, hogy mivel indokolta Novák Katalin, önnek van-e tudomása, vagy miniszterelnök úr megkérdezte Novák Katalint erről? Hát a jogszabályok világosan rendelkeznek arról, hogy a kegyelmi döntésének nincs indokolása. Balogh Zoltán református püspök felelősségét ön miben látja? Előbb hallottam pontosan miniszter úr válaszát, de püspök úr azt írta az esperesi főgondnoki értekezlet előtt,
nem tudom, hogy látta-e miniszter úr a levelét, hogy nyilvánosságra is került ez a levél. Azt írta, hogy ő nem egyházi minőségében volt tanácsadója Novák Katalinnak, és nem mint püspök adta azt a tanácsot, hogy írja alá K. Endre kegyelmi kérvényét. Tehát mi a felelőssége Balogh Zoltánnak ebben az ügyben? Miután a köztársasági elnök vállalta a felelősséget és lemondott, ezért természetesen mindig lehet firtatni, hogy ki milyen tanácsot adott, de úgy gondolom, hogy a felelősség azért, aki a döntést meghozza. Természetesen Balogh püspök úr ettől függetlenül megteheti azt is, meg is tette, hogy magával szemben kritikusabb, illetve a saját álláspontjával szembeni kritikus álláspontját nyilvánosságra hozza, és ezért elnézést kér, de én a politikában mindig azt az elvet tartottam érvényesítendőnek, hogy aki dönt, azért a felelősség a döntésért. A kormány részéről lezártnak tekintik ezt az ügyet? Hát még természetesen meg kell választani az új köztársasági elnököt. A botrány részét? Miután minden megtörtént, ami megtörténhetett, és a köztársasági elnök asszony, illetve az igazságügyi miniszter asszony is lemondott megbízatásáról, ezért igen. Köszönöm szépen, Batka Zoltán vagyok a Népszavától. Visszamenőleg megvizsgálják-e, hogy korábban a kegyelmet kapottak között van-e olyan eset, ahol pedofiliával vagy pedofiliához kapcsolható bűncselekmény kapcsán kapott-e valaki kegyelmet? Ismeretem szerint nincs ilyen. De akkor vizsgálták? Hát most az elmúlt hetekben a sajtó az összes kegyelmi ügyet vizsgálta. Természetesen meg is lehet vizsgálni, de nem tudok hasonló esetről. Összeset biztos nem, mert ugye nem nyilvánosak a kegyelmi ügyek. És akkor ide kapcsolódik, de hát akkor most önök megvizsgálták, vagy nem vizsgálták? Hát egyelőre még ilyen vizsgálat nem fejeződött be, de biztos vagyok benne, hogy nincs hasonló ügy. Oké. Okay. Említettem, hogy nem nyilvánosak. Tervezik-e nyilvánosságra hozni a kegyelmi ügyeket? Egyrészt konkrétan ugye K. Endrének a kegyelmi ügyének a dossziét, és egyáltalán maga a kegyelmi eljárás gyakorlatát úgy megváltoztatni azzal, hogy nyilvános legyen, értelemszerűen személyhez fűződő, vagy egyéb nemzetbiztonsági, egyéb, adatokat nem közzé téve. Én nem zárkóznék el a kegyelmi eljárások nyilvánosságától, de úgy gondolom, hogy a mostani esetre tekintettel bárki lesz a magyar köztársasági elnök, minden döntését ezután úgy fogja tekinteni, hogy az nyilvános. Tehát ez is amellett szól, hogy akár teljes nyilvánosságot is lehet a döntések megbiztosítani. Világos. Kormányszóvivő asszonyhoz szólna a következő kérdésem. Hogyan emlékszik vissza a kormányszóvivő asszony? Ön adta át 2015-ben ugye V. János úrnak ezt a kitüntetést, amit ugye a V. János úr, ugye az a bicskei igazgató, aki később ugye 8 évet kapott ugye pedofiliáért, és ugye 2015-ben már ismert lehetett az, hogy ugye valami probléma az úr körül, mert 2011-ben már volt egy rendőrségi eljárás, ami hát állítólag éppen K. Endrének a, hogy is fogalmazom, közeljárása kapcsán is, hát, hogy is mondjam, elsikálódott. Hogyan emlékszik vissza a kormányszóvivőasszony? Kiterjesztette fel ezt az embert Bárci díjra? Ön kitől kapta meg ezt az előterjesztést? Ugye, jól tudjuk, akkor Bagdi úrnak egy ilyen kézzel írott előterjesztés és laudációja volt ugye V. János úrról, amit önnek kellett felolvasnia. Nem olvastam fel semmilyen laudációt egyébként, tehát azért érdemes tisztába tenni az eseményeket. Tehát amikor a fővárosi önkormányzata Bárci díj odaítéléséről döntött 2015-ben, akkor már véget ért egy olyan rendőrségi vizsgálat, ami az illetőt, az intézmény vezetőt, V. Jánost ártatlannak mondta ki. Egyébként ez a rendőrségi vizsgálat éppen az akkori fővárosi önkormányzati vezetés nyomán indult el, tehát ezt a vizsgálatot a fővárosi önkormányzat akkori 2011-es vezetése indította el. Ennek a rendőrségi vizsgálatnak, nyomozásnak az eredménye nyomán sajnos V. Jánost ártatlannak mondták ki. Ezután 2015-ben került sor a díjnak az odaítélésére, amivel kapcsolatban azért szintén szeretném megjegyezni, hogy a közgyűlés megszavazta, ideértve jobboldali, baloldali képviselőket, csak néhány nevet hagy említsek meg, megszavazta Karácsony Gergely, megszavazta Gyénémet Erzsébet, megszavazta Horváth Csaba is ideértve. Amikor a kampányban, mármint a 2019-es kampányban pedig már kiderült, hogy V. Jánost elítélik, akkor még Tarlós István korábbi főpolgármester volt az, aki bejelentette, hogy amennyiben marad főpolgármester,
akkor a soron következő legközelebbi közgyűlésen javasolni fogja a díj visszavonását az illetőtől. Azért azt még hozzátenném, hogy szemben például Karácsony Gergellyel én ezt a díjat nem szavaztam meg, hiszen nem rendelkeztem szavazati joggal a közgyűlésben. Arra nem emlékszik, vagy nem kapott arra információt, hogy Bagdi Gábor kinek a javaslatára terjesztette föl V. János urat? Nincsen ilyen információ, mert ez az ügy, tehát az előterjesztés ennek a díjnak az nem hozzám tartozott, nem én vagyok a Bárci díjnak az előterjesztője sem. Ön adta át személyesen, azért gondoltam, esetleg megkérdezte, vagy ilyesmi. Hát természetesen én adtam át, ahogy sok tucat más díjat is, csak Bárci díjból 25-öt adtam át, csak abban az évben emlékeim szerint, de még több tucat díjat adtam át, hiszen a szabályzatnak megfelelően a főpolgármester vagy az általa kijelölt személy adja át a díjat, tehát ugyanígy átadtam sporttal kapcsolatos díjakat, Csengeri díjat, Pro Urbe díjat, díszpolgári címeket. Aki urat azóta se kérdezte meg, hogy... Gábor. Nem beszéltem Bagdi Gáborral, de nem beszéltem Bagdi Gáborral, de gondolom, hogy akkor a sajtó munkatársai majd ezt megteszik. Nagyon szívesen, csak meglepett, mert hogyha én kerülök egy ilyen helyzetbe, én biztos megkérdezem. De mivel én ott csak egy technikai díjátadó szerepet töltöttem be, se nem előterjesztője, se nem pedig megszavazója nem voltam ennek a díjnak. A Balog püspök úr tájékoztatta Orbán Viktort arról, hogy ő eljár, ha úgy tetszik, lobbizni fog K. Endre kegyelmi kérményére. Nem. Ez egészen biztos? Tehát, hogy megkérdezték a miniszterelnök urat? Igen, miután a miniszterelnök is a sajtóból szerzett tudomást önökkel egyidejűleg a kegyelmi. Tehát nem tört. Tehát, hogy a miniszterelnök úr tudomásán kívül történt az, hogy Balogh püspök úr. Azt hiszem, hogy a válaszomból ez következik. Világos. Novák Katalin és Marga Judit. Ez már az utolsó utáni kérdés kettővel. Igaza van. Egy legutolsó akkor. Ja. Köszönöm szépen. Novák Katalin és Varga Judit is tájékoztatta a miniszterelnök urat a döntése előtt, vagy utána, hogy Isten jóváhagyást kérve? Ha az előző válaszomat értette, akkor ez a kérdés nem, ezt a kérdést nem kell komolyan venni. Még egyszer mondom, a miniszterelnök a sajtóból velem együtt egyébként, és egyidejűleg a sajtóból értesült a kegyelmügyről. Tárkányi Zsolt vagyok az RTL híradótól. Miniszter urán szerint egy pedofil bűnöző segédjének kegyelmet adni, az csak tévedés? Mindenféleképpen egy téves döntés született. És ez kinek a végső hibája ön szerint? Aki a döntést meghozta. Itt ugye nem egy személyi döntés volt. Varga Judit meg tudja erősíteni, hogy elutasító javaslattal terjesztette fel? Erről a miniszter azt mondja, hogy kíván akkor tud nyilatkozni. Tehát a kormány ezt nem vizsgálja, hogy a egyik tagja támogatta, vagy elutasította? De én tudom a választ, még egyszer mondom. Akkor nem mondja. Ha a miniszter asszony kíván róla nyilatkozni, akkor elmondja. Szerintem az elég fontos ügy. Szerintem a közvéleménynek joga lenne tudni ezt. Javaslom, hogy a miniszter asszony szólduljon. És miért nem mondja el? Mert úgy gondolom, hogy azután mindkét szereplő lemondott beleértve a köztársaság elnökasszonyt is, már nem elegáns, hogyha én ebbe beleszólok. Mind a ketten vállalták a felelősséget, innentől kezdve a felelősség méregetésére. Méregetésében nem én akarok részt venni, hogyha ilyen kérdés van, akkor két szereplő is van, az igazsági miniszter, illetve a köztársasági elnök, őket kell megkérdezni. A kormány részéről bárki véleményezte-e ezt a kegyelmi felterjesztést? A felterjesztés szokás szerint az igazsági minisztérium véleményezte, ezt követően döntött a köztársasági elnök. Formálisan vagy informálisan a kormány egyetlen tagját sem tájékoztatta erről Varga Judit? Nem. És utólag megkérdezték tőle, hogy miért nem, azért elég fontos ügy. Egyetlen kegyelmi döntésről se szokta az igazságügyi miniszter a kormány tájékoztatni. Egészen kivételes esetekben előállhat ilyen helyzet. Ez nem volt az? Ha engem kérdez, nem. Szerintem nyilvánvaló, hogy nem kellett volna így dönteni, és nem kellett volna ellenjegyezni. Tehát ez nem utazik abba a kategóriába, hosszan kell vitatni. Tehát egy pedofil bűnöző bűnsegédjének a kegyelmi kérelme az nem egy kivételes ügynök szerint? Még egyszer mondom, ha nem érti a világos válaszaimat, akkor nincs értelme a beszélgetésnek. Tehát szerintem ez olyan egyértelmű ügy, és olyan egyértelműen nem lehet sem kegyelmet adni, sem ellenjegyezni, hogy itt nincs szükség különösebb egyeztetésre. Hát elég nagy botrány lett belőle, tehát mégiscsak talán szükséges lett volna. Vagy jól kellett volna dönteni. És Balogh Zoltán, aki szintén javasolta, hogy kegyelmet kapjon egy pedofil bűnöző bűnsegédje, ön szerint nem kell, hogy lemondjon a tisztségéről? A református egyházban ki milyen tisztséget tölt be, az kizárólag a református egyház döntése.
elég karakán álláspontja volt a klubrádió elnökének a lemondása vagy nem lemondása ügyében. A református egyház, ugye ön is református, ráadásul ön a Balogh Zoltán által vezetett egyház kerületnek a jogtanácsosa is. Mégiscsak lehet véleménye. Igen, lehet véleményem, de hogyha van, azt az egyházamnak fogom elmondani. És lemond a jogtanácsosi posztról, vagy nem? Hát ha amíg Balogh Zoltán marad, addig maradok én is csak. Tehát töretlen a bizalma Balogh Zoltánban. De az a kérdés, hogy Balogh Zoltánt nagyra becsülöm, tisztelem-e és bízom-e benne, akkor mindegyikre igen a válaszom. De nem ez a kérdés, hanem az, hogy töretlen-e a bizalma azóta is. Kiváló püspöknek tartom. Az ön információi szerint összeült ma a rendkívüli zsinat, a reformátusok rendkívüli zsinata annak ügyében, hogy lemondjon-e Balogh Zoltán? Ezzel kapcsolatban a református egyház tud-e megtájékoztást adni. Semmiféle információjuk nincsen akkor ezek szerint erről? Nincsen, de úgy gondolom, hogy miután a alaptörvény szövege szerint nagyon helyesen állam és egyház különváltan működik, és a közös célok elérése érdekében együttműködik, ezért itt a különvált működés az, ami irányadó. Jó napot, Sarkos Zsolt vagyok a Telextől. Egy korábbi kérdésre kapcsolódnék rá, hogy ugye a hatályos magyar jogszabályok szerint a kegyelmi ügyekben az igazságügyi miniszter ez a kormány nevében jár el, és ugye ön is itt a kormányt képviselzen a sajtótájékoztatón, az is a címe a sajtótájékoztatónak, hogy mit miért tesz a kormány. És mindezek fényében talán joggal várhatjuk el, hogy felvilágosítást adjon róla, ha már ön elismerte, hogy tudja, hogy Varga Judit támogatással vagy támogatási javaslat nélkül terjesztette fel a köztársasági elnöknek Kálendre kegyelmi kérvényét. Ha közérdekű az adat, akkor javaslom, hogy kérjék ki, akkor teljesíteni kell. Ha nem, akkor én a két lemondás után úgy gondolom, hogy ebben nem kívánok tovább információt adni. De ennek, még az ön elítélő véleményét is vállalva. De ez egy kormányzati lépés volt, ebben egyetértünk, nem? Mármint a kegyelem megadása? Nem, hanem az, hogy Varga Judit valahogy felterjesztette ezt a igazságügyminiszter lépése volt, a kegyelem ügyben az igazságügyminiszter a kormány felelős tagja. Igen, de ugye mi szoktunk öntől minden kormányzatban... Én pedig igyekszem mindenre válaszolni, de mondom most itt, talán először fordul elő, hogy valamire tudnék, és nem válaszolok, máskor olyanokra is válaszolok, amikre nem tudok. Rendben. Mikor tudta meg azt, hogy Novák Katalin le fog mondani? Szombaton. Azon belül? Szombaton délelőtt. És ugye amikor először kérdezték Novák Katalint erről a kegyelmi ügyről, akkor ő azt mondta, hogy minden kegyelmi ügy természeténél fogva megosztó, és utána pedig elment Közel-Keletre. Ugye mi változott ezekben a napokban Novák Katalin fejében vagy a Sándor palotában, hogy mégis úgy döntött, hogy le kell majd mondania? Ezt tőle kellene megkérdezni, nem tőle. Azért kérdezem öntől, mert hogy ugye ezekben a napokban pont voltak olyan telefonos közvéleménykutatások, amiben a Fideszhez közel álló cég arról kérdezte az embereket, hogy mi a véleményük a kegyelmi botrányról, Novák Katalinnak le kell mondania, a Varga Juditnak le kell mondania. Nem lehet összefüggés a két dolog között, hogy valami kijött ezekből a közvéleménykutatásokból, és Novák Katalin esetleg ennek fényében döntött? Még egyszer mondom, az, hogy Novák Katalin minek a fényében döntött, azt kizárólag a köztársasági elnök asszony tudja megmondani. És ezeket a közvéleménykutatásokat a Fidesz rendelte? Nem. Akkor van tudomás arról, hogy kicsoda? Nincs tudomásom, de azt látom, hogy sikerült egy másik közvéleménykutatást már köztársasági elnöki kasztinggal összetéveszteni, aminek ez semmi köze nem volt, úgyhogy jót szórakoztam ezen. De akkor a kormány felől és Orbán Viktor felől semmilyen jelzés nem érkezett a Sándor palotához arra vonatkozóan, hogy valamit elvárnak a köztársasági elnöktől? Nem. Tehát szerintem a kormány részéről az egy világos döntés volt, hogy a kegyelmi jogkör tekintetében alkotmánymódosítást kezdeményez. Lassan mennünk kell tovább. Rendben, akkor a kormányszövő asszonytól is szeretnék kérdezni egyet, hogy... Ez a büntetés. Hogy ugye már volt erről a Bárci díjátadóról szó, és ő említette, hogy volt egy rendőrségi eljárás, ami elvileg akkor nem talált bűncselekményre utaló nyomot akkor, viszont ugye ezzel a rendőrségi eljárással összefüggésben született egy ombudsmani jelentés is, ami azért elég súlyos megállapításokat fogalmaz meg a Bicskei gyermekotthonban uralkodó állapotokról, és arról, hogy milyen széles körben tudták azt, hogy felmerültek pedofiliára utaló gyanú az igazgatóval szemben. Ez az ombudsmani jelentés, ez egy ilyen díj odaítélésénél egyáltalán nem is kerül elő, vagy nem vették észre, hogy ez van? Hát ezt azoktól kell megkérdezni, akik a felterjesztést megteszik, illetve akik megszavazzák akár egy közgyűlés megelőző bizottságban ezt a díjat. Itt is
jobboldali, baloldali képviselők egyáltalán ott voltak, illetve a közgyűlés tagjaitól, akik erről szavaznak. Hát de ön is ott dolgozott, ugye a fővárosi önkormányzatban. Igen, de még egyszer mondom, én sem ennek a bizottságnak nem voltam tagja, ami a közgyűlés előtt egyébként ezt az előterjesztést vizsgálta, se nem voltam előterjesztő, se nem szavaztam a közgyűlésben. Akkor még egy utolsó kérdés, igazából mind a kettőjükhöz szól, hogy az hogy lehet, hogy most már lemondott a köztársasági elnök, és visszavonult a korábbi igazságügyminiszter, de hogy még igazából érdemben a kormány részéről senki nem kért elnézést az áldozatoktól ebben az ügyben. De hogy nem, hát az igazságügyminiszter azt mondja, és a köztársasági elnök azt is ezt megtette. És másoknak nincsen akkor ilyen erre vonatkozó felelősségük? Rendben, köszönöm. Horváth Csaba vagyok a 24.hu-tól. Még mindig a kegyelmi ügyről szeretnék kérdezni. Miniszter úr, a kormánynak, illetve önnek van-e tudomása arról, hogy mi volt a kegyelmi döntésnek az indoka? Nem tudok erről. Nem is kérdezhetik meg? Még egyszer mondom, én nem tudok erről. Tehát mondhatnám, mindkettő megkérdezhetjük, én nem tudok erről. Hivatalosan ennek az elnök asszony nem adta magyarázatát. És a kormány részéről valaki megkérdezte azt, hogy mi volt az indok? De nem tudom, nekem senki nem számolt be erről. De nem volt kíváncsi rá senki a kormányból, hogy akkor mi volt az indoka ennek a kegyelmi döntésnek? Négyszerűen lehet, hogy volt, aki kíváncsi volt, az is lehet, volt, aki megkérdezte. Nekem erre nem volt módom, úgyhogy én nem tudok erről ennek felvilágosítást adni. De miután nem az én motivációm kapcsán kérdeztem, hanem egy más ember által meghozott döntés kapcsán, úgy érzem, hogy ez talán túl is van azon a kereten, amire nekem kell tudni felelni. De meglehetősen súlyos ügy kerekedett ebből. A súlya nyilván másképpen, de van ekkora, mint a budaházi ügynek, amit viszont a kormány tárgyalta, ahogy említette. Tehát ennek fényében, hogy ilyen súlyos ügyé kerekedett, még így se kérdezte meg senki, hogy hát mégis mi volt az indoka ennek a kegyelmi döntésnek? Igen, de az összehasonlítás teljesen fals szerintem. Mert egyik esetben még egyszer mondom, ha egy ilyen kegyelmi a budaházi ügyben, én szerintem a köztársasági elnök asszony helyes döntést hozott. De ott világos pro és kontra érvek voltak. Ebben az ügyben az a nehézség, hogy csak kontra érvet látok. Tehát akkor ő se is valószínűleg a ezért kormány. Ezért nincs úgy megvitatni szerintem. Igen, csak mondjuk, hogyha én kormánytag lennék, biztos kíváncsi volnék rá, hogy mégis mi állt egy ilyen döntésnek a hátterében. Igen, erre a köztársasági elnök asszony tud ennek választani. Ugye említette azt is, hogy nem nyilvánosak ezek a kegyelmi ügyek, kegyelmi döntések, de tiltja el bármi azt, hogy nyilvánosságra hozzák ezt? Szerintem semmi nem tiltja. Tehát akár meg is tehetni a Sándor Palota, hogy nyilvánosságra hozza. Én azt gondolom, hogy ezt követő gyakorlat még jogszabálymódosítás nélkül is ez lesz. A történtek után nagyon nehéz mást elképzelni. De és ebben a konkrét ügyben is? Bocsánat, nincs indok, tehát hogyha ön egy kegyelmi ügyet megnéz, az elnöknek nem kell indokolni a kegyelmi döntését. Ha akarja, indokolja, ha nem, nem. És ebben az esetben volt indoklás, azt tudjuk? Nem volt indoklás. Nem volt. Egy másik kérdés, azt hiszem, az megválaszolatlanul maradt, hogy Orbán Viktor hogyan fogadta ezt az egész kegyelmi ügyet. Illetve miért nem kommentálta azóta, hogy Novák Katalin lemondott? Majd holnap mond évértékelőt a miniszterelnök. Kaufmann Balázsvéken, 44.hu-tól kezdjük ott, hogy az arra utalt, hogy Varga Judit bocsánatot kért a bicskei áldozatoktól, ilyen nem történt. Tehát abban a rövid szövegben, amit Varga Judit közzétett, nem szerepel semmiféle bocsánatkérés. A kérdés továbbra is az, hogy a kormánynak van-e bármi mondandója a bicskei áldozatok felé. Akkor meg az a mondani valója, hogy a eddigi gyermekvédelmi törvény szigoránál is tovább kell lépni, és ezért kell olyan döntéseket meghozni, amit már most a kormányülésen is meghoztunk, a gyermekvédelmi intézmények kinevezésével kapcsolatos kritériumok meghatározásánál. Ezt üzenik az áldozatoknak? Hát az áldozatoknak természetesen azt üzenjük, hogy együtt érzünk velük, és mindenkinek itt tudunk, szeretnénk segíteni. Jó, azt is mondta, hogy nincs tudomása az indoklásról, hogy mi szerepel ebben a bizonyos indoklásban, hogy mi alapján döntött Novák Katalin úgy, hogy... Bocsánat, nincs indokolása a köztársasági elnöki döntésnek. Amikor visszakerült ez a vitás ügy az igazságügyminisztérium felé, akkor sem érkezett semmiféle... Nem. De ez meg is fel a gyakorlatnak. Tehát indoklás nélkül egyszerűen egy pozitív döntés jött, és ezzel információink szerint az igazságügyminiszter nem értett egyet, amit ön most nem fog elmondani, hogy ez így volt, vagy nem így volt. Itt mégiscsak arról van szó, hogy egy olyan ügyről beszélünk, ami egyrészt vitákat szült az igazságügyminiszterben, még akkor is, hogyha, vagy igazságügyminisztériumban, a sajtóhírek szerint,
és ezt most nem fogja megerősíteni. Másrészt egy nagyon fontos témáról, hogyha önmagában nem lenne fontos a gyermekvédelem vagy gyermekek ellen elkövetett bűncselekmény kérdése, a kormány évek óta az ászlójára tűzte ezt a kérdést. Ráadásul egy olyan diplomáciailag érzékeny találkozó kapcsán, a pápa látogatás kapcsán született ez a bizonyos kegyelmi döntés, és ennek ellenére nem volt információ a kormányban arról, hogy zajlik egy ilyen kegyelmi procedúra. Nem. Miért nem? Mert a dolgoknak a rendes ügyintézési módja az mindig is az volt, hogy amikor beérkezik egy kegyelmi kérelem, akkor az igazságügyi minisztériumnak kegyelmi főosztálya kialakítja a véleményét, és a igazságügyi miniszternek megfelelően terjeszti fel a kegyelmet. Hogy javasolja, vagy nem javasolja a kegyelem megadását. Ezt követően a köztársaság dönt. És ezt az igazságügyi miniszter az elmúlt 25 évben, független attól, hogy baloldali vagy jobboldali igazságügyi miniszter volt bármilyen kormány alatt, automatikusan ellenjegyezték. Tehát ez elég érthető, hogy miért történt így. A konkrét ügy természetesen azt nem érthető, azzal egyetértek. Tehát a budaházi ügy, a Hunia per, az miért volt fontosabb, hogy bekerüljön a kormányülésre, mint egy gyermekek ellen elkövetett bűncselekmény kérdésen? Rossz az összehasonlítás, mert a Hunia per az egy országosan ismert eljárás volt. Ilyen ügyből, mint ahol most a köztársaságnak köszönjük a kegyelmet, végül megadta, ilyenből bizonyára van még jó néhány, és hasonlóan erkölcsileg hasonlóan elítélendő ügyeknél is kérnek kegyelmet. És azért nem lesz téma, mert magától értetődő ezeknek az elutasítása. Aktív kormánytag nem vállalt felelősséget az ügyben. Nincs senkinek felelősség a kormányban? Elmondtam, hogy mi történt. Az igazságügyi minisztériumban működő kegyelmi bizottságnak, vagy a parlamenti államtitkárnak nincs felelőssége, szerint. Ott is azt egyesével vizsgáljuk, hogy van-e valakinek felelőssége, de ez nem a politikai szint.